Most a pandémiás helyzetre való tekintettel tényleg csak így szűk körbe ketten tudtuk megkoszorúzni ezt az emléktáblát. Mikor nyugdíjba jöttem, akkor amellett, hogy unokáztam, amellett foglalkoztam történelemmel, meg minden érdekelt, és különösen észrevettem akkor, abban az időben kezdték Széchenyit is úgy értékelni, ahogy megérdemli, és akkor én észrevettem, hogy hát Veselényi meg sehol nincsen szinte. Pedig 1850-ben halt meg ugye Veselényi, és nem sokára Széchenyi is, és akkor a Tudományos Akadémia, akkor még Tudós Társaság, azt hiszem, egy emlékülést tartott a két barátnak, akadémia tagjai is, akik lehet eljöttek, és a vezetőség, alapító vezetőség és alapító tagok, akkor ők úgy értékelték a két ember munkáját a haza szempontjából, mint egyenrangú. Tehát egyenrangúnak értékelték a munkájukat. Kerestem, hogy hol van az a hely, ahol volt az Emmerling fogadó, ahol meghalt. Mindenkit érdeklődtem én nagyon sok helyen, nem sikerült. Végül a Tudakozótól tudtam meg, hogy itt az Akadémia út 1. Jó 5 évig hordtam én a koszorukat, meg a táblát cserélgettem, mert eleinte csak nájlonnal volt borítva. Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen civil kezdeményezések, ha most éppen is a Szegről is. De azt gondolom, hogy a belvárosiak is mindig ezekkel a kezdeményezésekkel segítik úgymond a mi munkánkat, hiszen így tudunk együtt jól dolgozni a belvárosiakért, hogy hagy lássunk az ő szemükkel, hagy halljunk az ő fülükkel is. Nem véletlen, hogy egy-egy ő belvárosi lakó ötletére helyezünk el biciklitárulót, vagy alakítunk ki zebrát, hiszen ők tudják azt, hogy az ő szűk lakó környezetükben mi szükséges éppen, hova kell egy árnyékos fa, vagy hova tegyünk egy árnyékos fa alá egy padot. Az 5. kerületnél mondták, hogy új polgármester van, de nagyon jó ember. Hát aztán írtam az 5. kerületbe, majd aztán a főpolgármesteri hivatalban, onnan egy hölgy volt az avatásnál. Úgyhogy még egyszer neki rugaszkodni érdemes volt, igen. Nem szabad sose feladni, most már azt mondom. Én úgy éreztem, hogy ha nekem ez nem sikerül, akkor nem vagyok ember, mert nem csak dolgozni is nehezen tudok, hanem akkor már én nem tudok a társadalomban. Nagy, úgy mondtuk, társadalmi munkás voltam. Természetvédő főleg. És így sikerült. Örültem neki, és a gyermekeim mondták, hogy elégedj meg vele, anya.